Itt a Budai út Deák Ferenc utca kereszteződésében lévő útszakaszon csatornaépítési munkálatok folynak. A közlekedőknek nem árt figyelni, mert ez alatt az idő alatt szakaszonként a Budai út kétszer-két forgalmi sávos útpályája irányonként egy-egy forgalmi sávra szűkül. A csatornázást, melynek munkálatait a Fejérvíz ZRT felügyeli, úgynevezett sajtolásos technikával végzik. Hely és energiatakarékosságon, illetve ne kelljen az egész várost feltúrni igazándiból, nem kell teljes munkagödröt nyitni, csak a fogadógödröt, illetve az indítógödröt kell megnyitni. Közötte irányító sajtolás van, tehát nagyon pontosan be tudják tartani a magassági értékeket, illetve vonalvezetést. Nem csak csatornázási, útfenntartási munkálatok is zajlanak a város több pontján. A vasútállomásnál kátyúznak a szakemberek, az Ősz utcában pedig szegésüllyesztést végeznek. Az utak fenntartásánál egyébként továbbra is a kopórétek csere módszerét alkalmazzák, amely a Mészöly Géza utca felújításánál már bevált. Olyan burkolatokon alkalmazható eredményesen, ahol láthatóan, illetve vizsgálat alapján is megállapíthatóan alépítményi hiányosságok nincsenek, de a kopó réteg előregedett, kikátyusodott, elfáradt, mozaikosan törött. Ilyenkor egy marással egy egységes réteget lemarunk, és a helyére új aszfaltot építünk be. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezenek az útszakaszokon a fenntartási költségeket évekre minimumra tudjuk csökkenteni. Amíg a munkálatok zajlanak, arra kérik a szakemberek a közlekedőket, hogy fokozott figyelemmel kísérjék az ideiglenesen megváltozott forgalmi rendet és a kihelyezett közúti jelzéseket. Azt egyébként, hogy a város útjain hol érdemes résen lenni, megtalálják honlapunkon a www.fehérvártv.hu címen.